Sziasztok! A mai videóban, ha nem is konkrétan órákról, de áttételesen órákról lesz szó. Itt a nyár, és ezért úgy gondoltam, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű sztori jöjjön. Elővettem 5 hagymeresztő kérdést, amit a szervizben az órásmesternek címeztek, kedves ügyfelek. Azt gondolom, érdemes őróluk pár mondatot ejteni. Kezdjük is akkor rögtön az elsővel. Hibás az óra, mert délben vált a naptár. Sajnos ez a mondat egyébként nem feltétlenül csak az ügyfelektől kapjuk, hanem néha előfordul bizony, hogy még szaküzletből is felküldenek Pestre órát javítani azzal, hogy rossz az óra, mert hogy délbe váltja a dátumot, és hát ilyenkor egy kicsit azért kikerekedik a szemünk, hogy vajon aki ezt így nem látja át, ezt a problémát, annak egyéb kérdések majd milyen nehézséget fognak okozni, de röviden, hogy lezárjuk a kérdést, azért azt javaslom mindenkinek, hogy amikor egy új órát beállít, illetve bármilyen órát állít, akkor mindig kezdje azzal, hogy a dátumot a megelőző napra állítja. Tehát ha például ma 12-e van, akkor 11-ére állítsa a dátumot, és ezt követően pedig a mutatók átforgatásával vegye észre azt, hogy a dátum mikor vált, és természetesen a váltást követően fogja tudni, hogy akkor a kis és a nagy mutató az éppen a délelőtti vagy a délutáni időt mutatja. Akiknek pedig GMT komplikációval bővített szerkezettel rendelkező órájuk van, ott pedig, hogyha esetleg nem is második időzóna jelölésére használja a GMT mutatót, akkor érdemes beállítani ezt a mutatót a helyi időnek a délelőtt-délutánját, hogy mutassa. Ugye vákum alatt cseréli az elemet az órás? Hát ezt a kételyt is el kell oszlatnom. Szerencsére nem vákum alatt szerelnek az órások, hiszen akkor minden egyes elemcseréhez egy új órásmester után kellene néznünk. Teljesen hagyományos módon, akár egy ablaknak a tömítés cseréjénél kinyitja az óratokot, kicseréli a tömítést, és ezt követően visszazárja. Tehát egy picit túl van misztifikálva ilyen szempontból ez a kérdés, hogy milyen körülményeket kell biztosítani egy egyszerű elemcseréhez, illetve hát akár egy tömítés cseréhez. És a kérdésre válaszolva, nem szükséges vákum alatt dolgoznia az órásmesternek. Tegnap cseréltek elemet, de ma már nem működik az óra. Igazából ez a kérdés nem is feltétlenül a hozzánk érkező, vagy a mi órásunknak a kérdése lenne, hogyha néhány nappal előtte, vagy néhány héttel előtte elemet cseréltek az órában, akkor a mai nap miért okoz ez bármi további problémát a működésben. Ilyenkor mindig azt szoktuk kérdezni, hogy akkor minek cserélte ki vajon az az órás az elemet. Tehát általában, hogyha egy ilyen problémával találkozunk, akkor ez azt jelenti, hogy nem az elemnek volt problémája, viszont aki az elemet kicserélte, ő egy elemcsere árát szerette volna bevételként elkönyvelni, és ezt követően pedig a problémától megszabadulni. Mi mindig javasoljuk, hogy azért képzett órásmesterekhez menjetek, hogyha az óratokot már ki kell nyitni. További sok problémától meg tudjátok menteni magatokat, és nem történhet olyan elő, nem fordulhat olyan elő, hogy akár egy új vagy egy fiatal óránál, de akár egy idősebbnél is, hogyha valakinek lemerült az eleme, és beletesznek egy új elemet az órába, akkor a minimum az, hogy meg kellene mérni azt, hogy az óra szerkezetének mennyi a fogyasztása. Mindegyik szakember tudja, hogy az adott szerkezetnek milyen áramfelvételének kéne lennie, és hogyha ez az áramfelvétel több, mint amennyi a gyár által előírt, akkor ott bizony nem az elemnek van a problémája, és hiába cserélik az elemet, akkor ez nem fogja megoldani ezt a gondot. Beázott az óra, pedig csak a gyógyvízben fürödtem. Hát ez az egyik leginkább olyan mondat, amitől az órásmesternek vagy kihullik a haja, vagy pedig tényleg égnek áll,
mert azon kívül, hogy minden használati útmutatóban le van írva, hogy a gyógyvízbe fürdeni órával tilos, azért azt gondolom, hogy mindenki, aki járt már gyógyvizes medencében, látta azt a táblát, hogy az adott medencében egy felnőtt ember is mennyi ideig tartózkodhat, ami 15-20 perc körülbelül, vagy pedig még inkább feltűnhetett az, hogy egy bizonyos kor alatt a gyerekeknek belépni tilos, vagy minimum nem ajánlott. Ugye a gyógyvíz az azért gyógyvíz, mert olyan jó értelembe vett agresszív anyagokkal rendelkezik, vegyületekkel, amik a bőrön át, ha bejutnak az emberi szervezetbe, akkor fogják kifejteni a gyógyító hatásukat. De ezek az agresszív anyagok ugyanígy megtámadják az órának a tömítéseit is. És ezt követően pedig bármit, ami egyébként az óra tömítés fölött is található, tehát korábbi videóban szintén beszéltünk róla, hogy az izzadság és a por is össze tud állni egy olyan tömítésé, ami az óra hátlapján vagy a különböző részein ott van. És azon kívül, hogy ezeket is kis túlzással lemarja róla a gyógyvíz, a puha lágy gumitömítéseket pedig aztán végképp megtámadja. Ha pedig, ne adj Isten, kihúzódik a korona vagy a nyomógomb használatával, még valaki bele is préseli közvetlenül a szerkezetbe, az teljesen biztos, hogy csak alkatrészek cseréjével javítható. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, illetve hát a használati füzetbe le is van írva, hogy gyógyvízbe nem szabad használni az órát, mindenki vegye le, és arra a rövid időre, amíg itt tartózkodik, addig egy picit tegye félre az óráját. Kicseréltük a kapacitort elemre, de nem működik. Hát ez is egy általános tévhit, hogy a kapacitort elemre lehet cserélni, mert sajnos többen azt gondolják, hogy a kapacitornak a picit magasabb ára miatt egyszerűbb és olcsóbb, hogyha egy hasonló méretű elemet tesz a helyére. Amit egy picit talán az is erősít, hogy egyébként a használati útmutatóban is a kapacitornak a hivatalos megnevezése az egy elemet helyettesítő egység, és ezért gondolhatja néhány órás vagy néhány sufni tuningos, garázs tuningos felhasználó, hogy egy kapacitor helyére elemet is be lehet tenni, és majd az óra akkor is működni fog. Amit egyébként még erősíthet, hogy bizonyos ideig, óráig talán ténylegesen működik, de alapvetően ez nem egy megoldás, hiszen a kapacitornak azt a tulajdonságát használja a kinetik szerkezet, illetve hát most már a szolás szerkezetek is, hogy újra tölthető. Tehát amikor egy bizonyos feszültségszint alá esik a kapacitornak a teljesítménye, vagy a feszültsége, akkor ezt elkezdi tölteni a szolár panel, vagy pedig a kézmozgása által a kinetik szerkezet, és újra fölé kerül annak az értéknek, aminél biztonságosan és stabilan működik az óra. Ha valaki ezt egy elemmel helyettesíti, akkor abban a pillanatban, amikor az elemnek a feszültségszintje ez az érték alá kerül, akkor ott az óra nem fog tovább jól működni, és abból is még lehet egyébként probléma, hogy mindegyik szerkezet próbálná tölteni az elemet, de az elem ugye nem tudja fölvenni ezeket a tápokat, nem tudja fölvenni ezeket a feszültségeket. Hát így aztán azt mondhatjuk, hogy ez aztán, hogy erre aztán végképp nincsen szükség. Egy kapacitornak, mert gyakran előfordul egy második kérdésként az élettartama, azt lehet mondani, hogy a kapacitor az teljesen hasonlóan működik, mint például egy autóakkumulátor. Minél inkább használatban van, annál hosszabb lesz az élettartama, és minél többször valaki lemeríti, és újra fel kell tölteni, azzal lehet csökkenteni. Alapvetően nekünk a szerviz tapasztalatunk az, hogy egy kapacitor azért minimum 8-10 évig hibátlanul működik, de előfordult már olyan, hogy 13-15 éves kapacitorok jutottak el a csere állapotáig. 5 hajmeresztő kérdést ígértem nektek, de hoztam egy bónuszt is, ami a következőképpen hangzott el. Vártam, mert hogyha belefolyt a víz, akkor gondolom ki is fog folyni belőle. Ezt a mondatot nem is kívánom tovább ragozni, tovább hagyok mindenkinek időt, hogy egy kicsit megemésze. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy like-val jelöljétek, igyekszem akkor majd további hasonló történeteket összeszedni.
Ha eddig nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, a harangra kattintva pedig a YouTube-nak jelezzétek, hogy a következő videóról is szeretnétek értesítést kapni. Sziasztok!